A Történelmi Lovas Egyesület által 1986-ban alapított tavaszi emlékhadjáratot, Közép-Európa legjelentősebb katonai hagyományőrző és kulturális rendezvénysorozatát az idei évben hazánkban 26. alkalommal szervezték meg. A több állomásból álló rendezvénysorozat március 29-e és május 18-a között járja végig a dicsőséges csatahelyszíneket. Az április 7-én Mogyoródon megrendezett ünnepségen a jelenlévők és a mogyoródi Sándor huszárok a 160 évvel ezelőtti eseményeknek tisztelegtek. A hagyományőrző lovas felvonulásnak és koszorúzásnak a Hősök Ligete adott otthont. Babic László polgármester engedélyével a huszárok megkezdték a díszszemlét. Polgármester úr, Ferenczi János, Mogyoródi Sándor huszárok kapitánya, jelentem, hogy a 26. tavaszi emlékhadjárat huszárjai a településre megérkeztek. Kérek engedélyt a díszszemle megtartására. Engedélyt megadom. Erő, tisztességet! A megemlékezés az óvodások előadásaival folytatódott. Huszár gyerek, huszár gyerek, szereti a táncot, az oldalán csörgeti a kardot, ha csörgesse, tenger sarkantyúja, Kossuth Lajos felbukja, a muzsikát adója. A jó lovas katonának de jó nagyon dolga, eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja. Hely élete, gyöngyére, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Hely életre gyöngyére, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Hangosan. Beregató! Mogyoródi Sándor huszárok és kapitányuk Ferenczi János egy díszoklevelet adott át Mogyoród önkormányzatának, illetve Babic László polgármester úrnak. 25. éve, hogy járjuk ezt a hadjáratot, és közel 35 település volt arra büszke, hogy ennek a hadjáratnak az eszménységét, ennek a hadjáratnak az embereit, hagyományőrzőit vendégül látta, a rendezvényeket felvállalta.
Ezek közé a települések közé tartozik Magyaród is, és ezzel az emlékoklevéllel szeretnénk megköszönni, hogy ezt a bátor tettet megmerték tenni, minket mindig vendégül láttak, és mindig szeretnék, hogy itt vagyunk a rendezvényeken. Polgármester úr, át szeretném önnek adni, és remélem Magyaród önkormányzat falán van egy olyan hely, ahol ezt mindig büszkén mutathatják, hogy ez a település büszke a hagyományőrzőire. Köszönöm szépen! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök annak, hogy ez a település, amely valóban a hagyományaira büszke és igyekszik megóvni, egy olyan csapatot is a soraiban tudhat, mint a Magyaródi Sándor Huszárok, akikkel valóban jó az együttműködésünk, és én nagyon köszönöm nekik, hogy itt vannak velünk, és a saját példájukkal bizonyítják, hogy milyen szép az, ha visszatekintünk a történelmünkre, és mennyi mindent láthatnak a gyerekek itt most élőben, és nagyon sok alkalommal hányszor csak eljönnek hozzánk, és színesítik, segítenek nekünk, hogy a mi megemlékezéseink minél szebbek és minél hülyebbek legyenek. Nagyon köszönöm az elismerést a település nevében, további sok sikert, jó munkát kívánok, és bízom abban, hogy további is jól tudunk majd együttműködni a Magyaródi Sándor Huszárokkal. Köszönöm szépen! Úgy legyen! Az elkövetkezőkben felkérném Ferenczi János kapitány urat, hogy helyezze el az emlékezés hosszorúját a 418-as kolpirfánál. A díszünnepség végén a gyermekeknek lehetőségük nyílt betekinteni a huszárok mindennapjaiba, közelebb kerülhettek a lovakhoz, és szemügyre vették a harci felszerelést. Huszár gyerek, huszár gyerek, szereti a táncot, az oldalán csörgeti a kardot, ha csörgeti, ha csörgesse, engem sarkantyúja, Kossuth Lajos verbúgja, a muzsikát adója. Ha csörgeti, ha csörgesse, engem sarkantyúja, Kossuth Lajos verbúgja, a muzsikát adója. A tavaszi hadjárat további helyszínei a Gödöllői Királyi Kastély díszudvara, a Szadai Napóra tér és a Fóti Vörösmarty szobor.